Egy elég különleges év elé nézünk, hiszen a két kadett válogatott versenyzőnk ebben az évben már a junior korcsoport kapuját döngeti. Ebben a korcsoportban 3 év lehetőségük van, ugye, hogy kihozzák magukból a maximumot, és Gondolval egy merészet, egy közös koprodukcióba fogtunk Völle Gergővel, volt korábbi válogatott birkozóval, aki magyar színekben egyébként Európa és világversenyeken is szerzett Magyarországnak már érmet. Ő korábban Finnországban edzősködött, és hazajött a Vasasba, és ővelük közösen fogjuk ezt a két versenyzőt úgymond készíteni. Ez nagyjából úgy fog kinézni, hogy bizonyos hétvégeken ez a két versenyző fölutazik Budapestre, és ott a Vasasban a Gergővel fogják a közös taktikai és technikai képzést végezni, illetve a további részét a fennmaradt munkának meg itt fogjuk Kanizsán elvégezni, és én bízom benne, hogy ha az első év nem is arról fog szólni feltétlenül, hogy ők válogatottak legyenek, és ugye a világversenyeken esetlegesen eredményesek tudjanak lenni, de meg szeretnénk azt alapozni, hogy ők később komoly felnőtt versenyzők is lehessenek. Kanizsán egy kicsit edzőpartner hiány van, nem is kicsit, hanem nagyon, tehát ők évek óta együtt edzenek, és azért is jött ez a döntés a fejemben, hogy egy kicsit jó lenne tovább lépni, és hát az is elképzelhető, hogyha idéntől nem is, de jövőtől kettős leigazolással a Vasas és a Kanizsa színeibe fog ez a két versenyző ugye tovább versenyezni. Én azt gondolom, hogy akik annyit munkát beletettek, mint amennyit ők ebbe a sportba, meg kell adni minden támogatást és lehetőséget, hogy ők tovább tudjanak fejlődni, és a lehető legmesszebbre jussanak, és hogyha ennek az a módja, hogy néha el kell hagyni a szülővárost, akkor ezt fogjuk tenni. Van még egy versenyzőnk, a Szabó Jászmin, aki az elmúlt években ugye nagyon szépen szerepelt a nemzetközi versenyeken is. Ő már tavaly ősztől fönt Budapesten tanul, és ugyanúgy közösen folytatjuk a Gergővel a munkát. Ő a tavaly az ifjúsági magyar bajnokságon bronzérmes tudott lenni, és azt gondolom, hogy az ott látott munka, az ő fejlődése, az feljogosít engem arra, hogy bízakodó legyek a Marcit meg a Balást is, Balázsra szemben is, hiszen a Jászmin nagyon szépen fejlődik, és reméljük, hogy idén már akár ő is válogatott versenyző lehet. És mivel egy kicsit mondjuk úgy a nagyobb teher leesik a vállamról, ezért több lehetőségem lesz arra, hogy az alatta lévő korcsoportokkal is egy kicsit foglalkozzunk, hiszen a Diák 1, Diák 2-ben olyan nagyon-nagyon eredményesek eddig még nem tudtunk lenni, hiszen a Diák Olimpiákon, magyar bajnokságokon 2-3 győztes mérkőzés után sajnos valahol a középmezőny elején végeztünk, de nem tudtunk az éremért harcba szállni, és hát ezeket a fiúkat szeretnénk egy kicsit összerántani, és megadni nekik azokat a lehetőségeket úgy edzőpartner szempontjából. Ezt most konkrétan arra értem, hogy szeretnénk például Zalaegerszegre, Kaposvárra elmenni, ahol több edzőpartner lehetőség van, hogy ők is másokkal is találkozzanak, és más emberektől is tanuljanak, és akkor bízom abban, hogy egy-két éven belül ők is el fognak tudni jutni arra a szintre, mint ahol az Egyed Balázs és a német Marci, vagy akár a Szabó Jászmin is jutott. Van még egy versenyzőnk, akiről még igazából hát nem tudtuk eldönteni, illetve ő magam sem tudta eldönteni, hogy milyen szinten szeretné folytatni a küzdelmeket. Ugye az Egyes Zsaniról van szó, aki korábban azért ő már kétszeres Európa-bajnoki 5. helyezett volt az ifjúsági korcsoportban. Ő a tavaly, mondhatni majdnem edzés nélkül, eljutott oda, hogy a felnőtt országos bajnokságon döntőt birkózott, a junior országos bajnokságon is bronzérmes lett, tehát igazából azt nem tudjuk, hogy idén hogyan és mint lesz ő vele. Én azért szeretném mindenképpen, hogyha a munkát egy adott szinten folytatná, és hát ma meglátjuk, hogy ő mennyit tud majd az egyesülethez hozzátenni, hiszen azt gondolom, hogy az a munka, amit ő annak idején elvégzett, az elég lesz arra, hogy még egy pár évig a felnőttek között is az egyesületünknek tudja az eredményeket szállítani. És hát ugye ezen kívül a szép megújult termünk ugye vonzott be újabb fiatal gyerekeket is, nagyon szép létszámmal dolgozunk a kezdő körcsoportban is, és hát remélem, hogy lesz a szülőknek is, meg a gyerekeknek is kellő türelmük ahhoz, és persze nekem is, hogy hát őket is el tudjuk oda juttatni, hogy majd kiemelkedő versenyzők lehessenek esetlegesen.